jóvá írják a rezsicsökkentést. A szolgáltatók az áprilisi számlában írják jóvá a 12.000 forintos támogatást. Elindult a háztartások életkörülményeit vizsgáló éves adatfelvétel. 10.000 háztartást keresnek fel a KSH kérdezőbiztosai május 10-éig. 25 éves a Kállai gyűjtemény. A Modern Városok programnak köszönhetően hamarosan egy várostörténeti kiállítással is bővül a tárlat. A szolgáltatók az áprilisi számlában írják jóvá a 12.000 forintos rezsicsökkentést. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A téli rezsicsökkentésről hétfőn kezdte meg a kormány a tárgyalásokat. A távhő rezsijében érvényesített támogatás 650.000 háztartást érint, azonban a legtöbben, közel 3,5 millió fogyasztó a gázszámláján keresztül kapja majd meg ezt a segítséget. A téli rezsicsökkentésnek köszönhetően mintegy 40 milliárd forint marad a lakosságnál. A kormány a február végi, március elejé rendkívüli hideg miatt döntött úgy, hogy 12.000 forintos támogatást ad a családoknak. Ahol a fizetés fogyasztóhelyenként történik, ott a családok közvetlenül kapják meg a támogatást, ahol pedig a társasház rendezi a távhőszámlát, ott a társasház kapja majd meg a segítséget és dönti el később, miként érvényesíti azt a tulajdonosok felé. Erről Kósa Lajos tartott sajtótájékoztatót szombaton Budapesten. Magyarországon a legtöbben gázzal fűtenek, mintegy 3,4 millió fogyasztó van, akik gázzal fűtenek, 650.000 fogyasztó van, aki távhővel fűt, ennél lényegesen kisebb a száma a fával, illetve a villanyárammal fűtőknek. Az én feladatom az, hogy a távhő szolgáltatást igénybe vevők, tehát a távhővel fűtők számára biztosítsam a téli rezsicsökkentés 12.000 forintját. Ma volt az az egyeztetés, ahol a távhőszolgáltatók szövetségével, az energiahivatallal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, illetőleg a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztettük a lehetséges megoldásokat. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak rendelkezésre áll a távhővel fűtők téli rezsicsökkentésének 7,8 milliárd forintos fedezete, amelyet április 15-ig átutalnak a szolgáltatóknak. A kormányhatározat előírja majd a távhőszolgáltatóknak, hogy 15 napon belül kötelesek tájékoztatást adni a támogatásról a lakástulajdonosoknak. A szolgáltatók a levélben kitérnek arra is, hogy a bérbeadott ingatlanok esetében a bérleti szerződés alapján kell meghatározni a támogatás címzetjét. A Magyar Energiahivatal felügyeli, hogy minden távhővel fűtő fogyasztó megkapja-e a téli rezsicsökkentést. 10.000 háztartást keresnek fel a KSH kérdezőbiztosai május 10-éig. A Központi Statisztikai Hivatal munkatársai az éves háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvételt végzik. A felmérés célja a háztartások gazdasági aktivitásának vizsgálata. A kutatás nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió többi tagországában is elvégzik. A háztartások életkörülményeit vizsgálja a Központi Statisztikai Hivatal. A kérdezőbiztosok 10.000 háztartást keresnek fel az országban május 10-éig. A háztartások gazdasági aktivitása című felmérésben a KSH a lakosság életkörülményeit vizsgálja, illetve azt, hogy mire, mennyit költenek a magyar családok. A felmérést a jelenlegi formájában 2005 óta végzi a Központi Statisztikai Hivatal, ugyanezeket az adatokat az Európai Unió többi tagországában is vizsgálják. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 503 címet keresnek fel a kérdezőbiztosok 21 településen. A kérdezőbiztosok személyesen felkeresik az összes háztartást, és ott szóban tájékoztatják a háztartásokat a felvétel céljáról, illetve a kitöltési lehetőségről. Interneten is meg lehet válaszolni a kérdőjét, erre március 31-ig van lehetőség. Ha személyesen szeretnének válaszolni, ezt megtehetik a kérdezőknek, erre május 10-ig van lehetőség. Egy felkérő levelet is átadnak a kérdezők a háztartásoknak, ami szintén tartalmazza ezeket az információkat. Akik interneten töltik ki a kérdőívet, ők részt vehetnek egy sorsolásban, 3 darab tabletet fogunk kisorsolni.
erre akkor van lehetőség, ha megadják az e-mail címüket. Az adatfelvételben csak azok tudnak részt venni, akiket a KSH kijelöl, önkéntes jelentkezés nincs. A Központi Statisztikai Hivatal véletlenszerűen választja ki a háztartásokat, a kutatásba 294 település került bele az idén. A kérdezőbiztosok személyesen keresik fel az érintetteket, és minden alkalommal igazolják is magukat. A vidék felzárkóztatása a fő célja az MSZP párbeszéd szövetségnek a választások után. Ezt Gőgös Zoltán, a szocialisták elnök helyettese mondta Nyíregyházán. Szerinte a földművelés és állattartás mellett további lehetőséget kell adni a gazdáknak. A politikus azt mondta, hogy a megújuló energia termelése mind a gazdáknak, mind pedig az ország energiaellátásának hasznos lesz. Hozzátette, szükség van a közúthálózat és a közösségi közlekedés fejlesztésére is. Gőgös Zoltán kiemelte, kormányra kerülésük esetén megszüntetik a kötelező kamarai tagságot, és felülvizsgálják a földvásárlás gazdasági alapját. A sajtótájékoztatón Bihari Miklós, a 4-es számú választókerület jelöltje elmondta, Vásárosnaményt és térségét a munkanélküliség nagyban érinti. Szerinte a problémára a megoldás az lenne, ha a mezőgazdasági termékek feldolgozására helyben alakulnának üzemek. A földterület ugye adott, a településen élők korábban évtizedeken keresztül művelték a földeket, tehát tapasztalatuk, gyakorlatuk megvan ennek a tevékenységnek a végzésére, és nyilván minél magasabb szinten értékesítik, vagy feldolgozzák ezeket a termékeket, annál kifizetődőbb és gazdaságosabb a termékek előállítása. Ezen kívül természetesen az elsődleges munkaerőpiacnak a megjelenése vagy bővítése a térségben elengedhetetlen. Ezüst emlékéremmel gazdagodott az idén 25 éves Kállai gyűjtemény. A Kállai Kristóf alapította gyűjtemény ma már három jól elkülöníthető részből áll. A Modern Városok program fejlesztéseinek köszönhetően pedig hamarosan egy várostörténeti kiállítással is bővül a tárlat. Jubileumi évet ír a Józsa András Múzeum, amely most ünnepli 150 éves évfordulóját. Ezzel párhuzamosan negyed évszázados egy másik történelmi helyszín is. 1993-ban Kállai Kristóf alapította a Kállai gyűjteményt, amely az elmúlt 25 évben folyamatosan bővült. Ma már három kiemelt részből áll a gyűjtemény. Egyrészt a falerisztikai gyűjtemény, ez a kitüntetés gyűjtemény, az egy nagyon jelentős, országos hírű anyag, ami itt található ebben a Kállai gyűjteményben. Ezen kívül a máltai lovagrendek a anyaga is itt található. Ugyanis Kállai Kristóf bácsi ennek a máltai lovagrendnek egy oszlopos tagja volt, és ebből kifolyólag ez a gyűjtemény is ide került hozzánk. Másrészt pedig egy 12 000-es könyvtár tartozik ehhez a gyűjteményhez, ami szintén nagyon értékes. A Kállai családhoz tartozó könyvészeti anyagot tartalmazza. Hamarosan egy várostörténeti kiállítás is nyílik a Kállai gyűjtemény kiegészítéseként. Erre egy már elkezdett és hamarosan folytatódó fejlesztés ad lehetőséget. A gyűjtemény első üteme Modern Városi programból megvalósult már, és ott áll per pillanat azért, mert polgármester úr elkezdett egy másik munkát, egy másik tárgyalás sorozatot, amely úgy néz ki, hogy siker koronázott, ugyanis a régi Kállai kúria az nem csak a frontépületből állt, hanem ugye van mögötte egy ellalakba becsatlakozó szárny is, és most úgy néz ki, hogy polgármesternek sikerült kijelni a magyar kormánynál, hogy egy új ütem elinduljon, amelyben új kiállítások és új lehetőségek nyílnak, immáron körülbelül majd 1200 négyzetméteren, és utána, hogyha ez megvalósul, egybe veszi át majd a város ezt a két épületet, mert ez még nem a mi tulajdonunkban van. A Kállai gyűjtemény bővítése és fejlesztése nem áll meg. A jubileumi kiállítás megnyitón egy újabb erekével gazdagodott, amelyet dr. Fekete Zoltán álmodott meg és adatott ki a gyűjteményt alapító Kállai Kristóf emlékére. Ez ezüstből készült, és ahogy látom, már a kollégáim a vitrinekbe is fogják valamelyikbe kihelyezni, hisz a kiállításunk egyik terme kifejezetten Kállai Kristóf életéről, munkásságáról szól, mint politikus, magánember, diplomata, úgyhogy biztos, hogy méltó helyet találunk már most a kiállítás alatt is. A kiállítási anyag sok ritka tárgyat tartalmaz, kitüntetéseket, személyes tárgyakat, fotókat és könyveket, és számos olyan dolgot, amely egyedivé teszi a Kállai nevet és az azt viselő gyűjteményt is.
Csökkenti bruttó 3 forinttal a benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. A gázolaj ára nem változik. A csökkentéssel a benzin literenkénti átlagára 355 forintra mérséklődik. A gázolaj ára legutóbb a múlt héten pénteken változott, 2 forinttal csökkent 363 forintra, a benzin ára akkor nem módosult. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak az egyes töltőállomások árai között. A megye 12 iskolájából 7 vendéglátós, 5 kereskedelmi és 6 festőcsapat mérte össze tudását a 3. alkalommal megrendezett Bencs megyei versenyen. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László szakközépiskolájában megrendezett verseny célja a megye területén működő szakképző iskolák kapcsolatainak erősítése és az iskolák bemutatása volt. Az idei tanévben a Bencs verseny témáját az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei, karakterei iklették. Így például az elméleti tesztek után a szakácsversenyzők Petőfi egyik kedvenc ételét készítették el. Nagy Benjamin a Nyíregyházi Sipkai Balna kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium utolsó éves tanulója. Gyerekkori álma volt, hogy szakács legyen, és hogy különleges kreatív ételeket készíthessen. Székely gulyás, ez Petőfi Sándornak a kedvenc étele volt. Úgy készült, hogy bement az étterembe, a Pévasz kávéházba, és akkor már csak pörkölt volt, és savanyú káposzta, és azt a kettőt összekeverték, és így született meg. Kereskedelem, vendéglátás és építészet szakterületein belül az eladók, a pincérek és a festő-mázoló tapétázók is összemérhették tudásukat. Az eladóknak az elméleti teszten túl egy díszdobozt és egy ajándékkosarat kellett készíteniük hungarikumokból. A festők kokárda szerkesztést, színkeverést és festést kaptak feladatul. A pincérek feladata pedig díszterítés készítése volt a nemzeti ünnepek tiszteletére. Benkő Noémi olyan területet választott, ahol pincér, szakács és üzletvezetői szaktudást is szerezhet. 2016-ban érettségiztem, és 2 éves OKS képzést választottam vendéglátó szervezőjét a Sipkaiban. A megyei szakiskolák kapcsolatának erősítése mellett a versenynek fontos célja a szakképzések népszerűsítése, az iskolák bemutatása és a kreatív gondolkodás fejlesztése is. Kis zsiráv született a Nyíregyházi állatparkban. A zsiráv borjú 60 kg-mal látta meg a napvilágot, és minden rendben zajlott a születésnél. Egyelőre a borjú az édesanyjával és elkülönített kifutóban növekszik. Az első lépés számára a csapattagok megismerése lesz, és amennyiben sikeresen összeismerkedett a többi zsiráffal, illetve az időjárás engedi, hamarosan a kifutón is láthatja a nagy közönség a kis zsiráv bébit, mondta el Petró Zsuzsa híradónknak. Az állatpark osztályvezető szóvívője hozzátette, a Sóstógyógyfürdői állatkertben jelenleg 3 felnőtt zsiráf nőstény és egy hím él, mellettük a most 2 hetes borjú, valamint egy fiatal, 3,5 éves nőstény tekinthető meg. Az apróság jelenleg 2 hetes, és Laura mama teljes nyugalomban önállóan hozta világra kicsinyét, nem kellett beavatkoznunk. Nagyon aggódtunk a kicsiért, hiszen 3,5 évvel ezelőtt Laura már világra hozott egy másik apróságot, Kamillát. Őt viszont sajnos a gondozónak kellett nevelnie, mert nem ő gondozta az akkori borját. Most azonban semmi gond nincsen, úgy néz ki, hogy Laura megérett az anyasságra, és gondoskodóan neveli csöpségét. Második tavaszi meccsén is vereséget szenvedett a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese a Siófokat fogadta, és a vendégek 2-0-ás győzelemmel távoztak a várkerti pályáról. A kisvárda továbbra is a második helyen áll a tabellán, előnye 7 pont a 3. Békés Csabával szemben. A zalaegerszegi vereséget követően a kisvárda mindenképpen javítani szeretett volna, így az első hazai tavaszi meccsén az első percektől irányította a játékot a házigazda. A 25. percben Protics lőhetett volna gólt, azonban a kapu fölé bombázott. A 32. percben Lukasz lövése kis hián eltölte a lécet, a kipattanult Gosztonyi lesörlődte a kapuba, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot. A 41. percben megszerezte a vezetést a Siófok, Petneházi lövése vágódott a bal felső sarokba. A második félidőben hajtott az egyenlítésért a várda, de a meddő fölényt nem tudta gólra váltani, sőt egy kapuskirúgás követően Nagy Dániel megduplázta a Siófoki előnyt. Több gól már nem született, így a kisvárda második tavaszi bajnoki után is vesztesen hagyta a pályát. Egy nagyon kellemetlen ellenféllel találkoztunk, ezt tudtuk igazából, mert láttuk a videófelvételeket róluk.
ezt be is igazolták. Annak ellenére az első fél időben azért rengetegszer az ellenfél kapuja előtt voltunk, sokszor nem jó megoldást választottunk. Azért kialakítottunk két hatalmas helyzetet, ami a Radosnak volt balkötőbe, vagy a Horváth Zolinak egy méterről nem sikerült befejelni a labdát. De voltak olyan szituációk, amikor nem jó megoldást választottunk, és akkor egy középpályás labda vesztésből az ellenfél tudott egy gólt szerezni. Hozzá kell tenni, egy nagyon szép gól volt, de hát ezt tudtuk, a Petnáziról jó rúgó technikája van. Kértük is a játékosokat, hogy lépjenek ki, ne hagyják lőni. Nem, pont egy pillanat volt, és ezt nagyon jól előtte. Sajnos azt éreztem a labda vesztésnél, hogy ebből baj lehet. Minden, megkaptuk a gólt, nyilván másik fél időben is mindent egy lapra föltéve támadtunk, és próbáltunk kialakítani a helyzeteket. Ekkor a másik fél időben azt hiszem meddő mezőnyfölényünk volt, de a támadásban is meddők voltunk az ellenfél kapuja előtt. A vendégek edzője nagyon örült a győzelemnek, főleg annak tükrében, hogy elmondása szerint az első fél időben a Kisvárda lefutballozta csapatát. Nagyon boldog vagyok, voltak nehézségeink a héten, haláleset is történt, illetve betegségek, sérülések hátráltattak, de végig bíztam abban, hogy a csapata igazi arcát fogja mutatni a mai napon. Ez, megmondom őszintén, az első fél időben nem sikerült, nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk, és az első fél időt el is veszítettük nagyon-nagyon keményen. Szakmailag én úgy ítélem meg, hogy lefutballozott bennünket a Kisvárda. Ott azt a mérkőzésnek azt a részét, azt megúsztuk. A fél időben ott egy-két ember megkapta magáét, és azt is kértem tőlük, hogy ha lehet, akkor párharc erősebben futballozzunk. Váltottunk is egy picit taktikailag szerkezeten belül, ezáltal egy kicsit stabilabbak lettünk, sőt, szerintem a második fél időben stabilak voltunk, ha az elsőben nem, akkor a másikban mindenképpen. A kontráink ültek, hála az égnek, ebből sikerült gólt is szereznünk. Ez nekünk egy nagyon nagy skalp, és a mi helyzetünkben minden pontra szükség van. A forduló további eredményei a következők: MTK Szolnok 2-0, Soroksár Nyíregyháza Spartakusz 0-0, Kazincz Barcika Budaörs 1-4, Grosics Akadémia Budafok 0-2, Sopron Vác 1-2, Mosonmagyaróvár Békés Csaba 0-1, Dorog Gyirmód 1-3, György Szegréd 3-0, és Zalaegerszeg Csákvár 0-2. A tabella élén az 58 pontos MTK áll, megelőzve a 47 pontos Kisvárdát és a 40 pontos Békés Csabát. A Kisvárda a következő fordulóban Csákváron lép pályára. Közel 100 pontot szerezve győzte le a PVSK csapatát a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1 B piros csoportjának 21. fordulójában lejátszott mérkőzésen 95-82-re verték ellenfelüket. Siska János együttese a harmadik helyen állva várja vasárnapi nagykörösi vendégjátékát. 6 idegenbeli meccset követően lépett ismét pályára a Continental Arénában a Nyíregyháza Blue Sharks. Szura Attila betegség miatt hiányzott a keretből, ott volt viszont Singer Zoltán, akinek egy speciális maszk védte a törött orrát. Jól kezdett a házigazda, az első negyed végén 4 ponttal vezettek Nagy Krisztiánék, akik a nagyszünetig újabb 2 ponttal növelték előnyüket. A harmadik negyedben felzárkózott a PVSK, de amikor kellett, a cápák újítani tudtak, és végül 95 pontot szerezve nyerték meg a találkozót, amelyet gyakorlatilag végig irányítottak Siska János tanítványai. Ilyen nehéz mérkőzésre számítottunk, mindenki csapatból hiányzott egy meghatározó játékos, de annak örülök, hogy 95 pontot tudtunk dobni Cura nélkül is. Hát remélem, hogy hamar felépül és újra tud velünk játszani együtt. Az ellenfél edzője leginkább a keménységet és az agresszivitás hiányolta a pécsi csapat játékából. A védekezésben puhák voltunk végig, nem ütöttük be a taktikai fautokat. Szerintem egyetlen egy szabad labda nem lett a miénk. Nyilván ezzel a hozzáállás mentalitással nem lehet nyerni Nyíregyházán, azt gondolom, hogy ez volt a vereség kulcsa leginkább. A 25 szerzett pont mellett 15 gólpaszt is kiosztó Busz Iván szerint erős, kulturáltan kosarazó ellenfelet sikerült legyőzniük. Nagyon veszélyes csapat ez a Pécs, ne téveszem meg senkit igazából, hogy ez egy 20-as, egy fiatal csapat. Az első 6, talán 7 emberük a felnőtt csapattal edz együtt, sőt van, aki ott is kezdőként lép pályára. Úgyhogy ez egy nagyon kulturált, jó kosárlabdát játszó csapat. Én igyekeztem a csapat is nem elbízni magunkat, nem kiindulva a kupa elődöntőből, ahol nagyon jól játszottunk.
mert voltak ugye hiányzóink, Czura Attila betegsége, ugye rászámíthatunk egy 20 ponttal mindig meccsenként, hál' Istennek, emiatt elő is kellett lépni valakinek, és igyekeztünk komolyan venni találkozót, és szervezetten kosárlabdázni. A forduló további eredményei a következők: Vasas Akadémia Bonyhád 86-67, MTK Török Bálint Pécs 173, Győr Vásárhelyi Kosársuli 88-91, Tehetséges Fiatalok Oroszlány 82-80, Miskolc Veszprém 70-66 és Budapesti Honvéd Nagykőrös 79-58. A tabella élén az Oroszlány áll 18 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 15-6-os mutatóval rendelkező Veszprémet. A harmadik Nyíregyháza a Blue Sharksnak és a negyedik Tehetséges Fiataloknak egyaránt 14 győzelme és 7 veresége van. A Kékcápák vasárnap Nagykőrösen lépnek pályára. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A távhőszolgáltatók az áprilisi számlában írják jóvá a 12 ezer forintos rezsicsökkentést. Erről hétfőn kezdte meg a kormány a tárgyalásokat. A távhő rezsijében érvényesített támogatás 650 ezer háztartást érint, azonban a legtöbben, közel 3,5 millió fogyasztó a gázszámláján keresztül kapja majd meg ezt a segítséget. A téli rezsicsökkentés miatt mintegy 40 milliárd forint marad a lakosságnál. 10 ezer háztartást keresnek fel a KSH kérdező biztosai május 10-éig. A Központi Statisztikai Hivatal munkatársai az éves háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvételt végzik. A felmérés célja a háztartások gazdasági aktivitásának vizsgálata. A kutatás nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió többi tagországában is elvégzik. Ezüst emlékéremmel gazdagodott az idén 25 éves Kállai gyűjtemény. A Kállai Kristóf alapította gyűjtemény ma már 3 jól elkülöníthető részből áll. A Modern Városok program keretében megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően pedig hamarosan egy várostörténeti kiállítással is bővül a tárlat. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 13-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Szerdán északnyugat felől 1-2 fokkal hűvösebb, nedvesebb levegő éri el hazánkat. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható. Zápor előfordulhat. A nyugati szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többször megnövekszik a felhőzet, de több-kevesebb napsütés is várható. Zápor előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. A folytatásban változékony időre számíthatunk sok felhővel és némi napsütéssel. Csütörtökön még kevesebb helyen lehet eső, zápor, majd pénteken és szombaton már kiadós esőre van kilátás, ami szombat este az ország északi és nyugati részén havazásba vált át. Péntekig enyhe idő várható, majd szombattól hűvösebbre fordul az idő. Vasárnap és a jövő hét elején már hideg, téli idő várható, vasárnap több felé, hétfőn már csak elszórtan havazással. Az erős szél vasárnap és hétfőn húfúvást is okozhat.